Jó reggelt kívánok, kedves nézők! Egy kis csere a műsorvezetői székben, de szerintem önök nem járnak sokkal rosszabbul. M. Kende Péter vagyok, jó reggelt kívánok, és már is köszöntöm dr. Semes Asszafot, a Mazsihi Szeretett Kórházának főigazgatóját. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egy nagyon fontos kérdésem van. Egy orvos nem szeret jósolni, de most próbáljuk meg. Milyen lesz a Szeretett Kórház 5 év múlva mondjuk? Más lesz, mint most. Sokkal aktívabb lesz. Ha megnézzük a fekvőbeteg ellátást, akkor vissza szeretnék hozni a sok-sok évvel ezelőtti jó hírnév, ami volt ennek a kórháznak szakmailag. Orvosi ellátást szeretnek fejleszteni a kórházba. Természetesen fog maradni az ápolási meg a geriátriai rész. Erősíteni szeretném a geriátriai ellátást nálunk. Szeretném erősíteni a rehabilitáció részlet is. Felújítás folyik folyamatosan, ez mindenki tudja. Szóval nem csak kinézet, hanem belül a falok között is legyen fejlődés, ma dolgozunk is rajta, új eszközpark is hozunk be. Szeretnek tudományban részt venni, országos, nemzetközi kutatásokban részt venni. Fekvőbeteg ellátás, modernizálni, a nemzetközi protokollokat követni. Szeretnek részt venni a következő protokollnak a beírása, a nemzetközi magyarországi, ebbe a kis szakmában, ahol mi tartozunk, a geriátria, a rehabilitáció, illetve a krónikus beteg ellátás, a hospice ellátásba. Már részt vagyunk az oktatásra, Semmelweis Egyetemen van egy együttműködésünk, képzőhelye vagyunk rehabilitáció és geriátria szempontból, szakdolgozóknak is, illetve orvosoknak is. Fekvő beteg ellátás mellett is az ambulancia, ami most fog szeptemberben újra kinyílni, remélhetően, hanem jön a negyedik hullám újra, és szűrést csinálni. Kezdjük a saját hitkűségünkkel, illetve a sorstársaink, és illetve az egész országnak. 14. kerület és az egész országnak, mivel ez egy országos intézmény, egyházi intézmény. És szeretnek azt az ambulanciát fejleszteni, hogy olyan orvosok is üljenek oda az ambulancián, aki országos hírük van, híresek is, és szakmailag legjobbak között tartoznak, és vigyázni a saját betegeinkre, saját hívőtársainkra, illetve az egész magyar populációra. Kezdjük azzal, hogy a fiatalabbaknak a szűrés, menedzser szűrés, illetve mindennapos szűrés, házi orvos beutalóval jönnek hozzánk kivizsgálásra. Befekszenek nálunk kivizsgálásra, belgyógyászati osztályaink is vannak. Kivizsgálás, ellátás. Hát ez a célom, ez a 5-10 év cél. Szépen lassan haladunk előre, és remélhetően, hogy ez beteljesül. Mennyire érdemes ma Szeretett Kórházban dolgozni? Miért érdemes ma Szeretett Kórházban dolgozni? Legyen szó szakápolókról, orvosokról, egyszerű... Hát ha megnézzük a mindennapos munkát, ez egy nagyon kis családias. Van a kórházok, ahol több ezer dolgozó van. Nálunk nem. Nálunk mi 200-250 dolgozó, és ezért a főigazgatótól az utolsó emberig együtt vagyunk. Meg lehet nézni például, amikor csináltuk az oltásokat, az oltáskampányban részt vettünk, mindenki segített. Mindenki vett részt benne, és nem kellett kérni, hanem mindenki jelentkezett. Apoloktól, főorvosokig, biztonsági öröktől, takarítóig, mindenki részt vett benne, és nem volt semmi konfliktus, hogy miért én, hanem miért nem én.
Ez egy kis közösség, egy kis család, mindenki figyel mindenkire. Fizetes ez, mivel ez egy országos kórház, akkor mi ugyanaz a feltételeket adjunk, plusz vannak azért juttatások, ami más kórházokban nincsenek. A felújítás miatt egy szép, gyönyörű kórházunk lesz, és ezért innen is kérem mindenki, aki ebben a szakma dolgozik, ez a orvoslásban dolgozik, szakdolgozótól orvosokig, aki részt akar venni egy ilyen családias, emberbarát, betegbarát környezetbe akar dolgozni, akkor szeretettel várunk. És akkor ez azt jelenti, hogy jönnek rezidensek is? A Covid miatt nem jöttek. Van nekünk, ahogy mondtam az elején, van nekünk egy, mi egy képzőhely vagyunk. Geriátria és mozgásszervi rehabilitáció. Igen. És most kezdünk újra fejleszteni. Nem csak a rezidensek, hanem a szakápolók, illetve a szakdolgozónak a tanítását. Sok-sok-sok tapasztalatot lehet szerezni nálunk. Sokfajta betegeink vannak, hospice betegek, nem hospice betegek, idősebbek, holokoszt túlélők, és igen, ez egy nagy kihívás ide jönni dolgozni. És nagyon jó feltételekkel tudjunk garantálni azoknak az embereknek, aki jönnek hozzánk dolgozni. Nem, természetesen nem turkálunk senkinek sem a zsebébe. Ugye az előbb mondta azt, hogy fizetés az, mint egy országos egészségintézményre az fix, vannak apróbb juttatások, de mondjuk ezt, akik most itt az oltási kampányban részt vettek, azoknak minden elismerés jár. De hogy van-e lehetőség olyan plusz elismerésre, most nem anyagiakra gondolok elsősorban, amivel valóban érzi, hogy el van ismerve a munkája. Köszönő leveleket, az mentek folyamatosan. Vannak. Most nem menjük bele összegekbe, dolgokat, de nem azért kezdtek ott dolgozni az oltópontban az emberek, hogy több pénzt keresenek. Ez legalább, amit én tapasztaltam, mert rengeteget oltottam saját kezemmel. Nem az, a kihívás volt a legfontosabb, hogy igen, nekünk kell ezt csinálni, nekünk részt kell, hogy vegyünk a dolgokba, mert ez egy nagyon fontos dolog, ez az oltás, úgy tudjunk fékezni a járványt. Nem azért jöttek az oltópontra dolgozni, vagy önkénteskedni, nagyon sok önkénteset kaptunk a Mazsi Hisztől. Nem a pénz miatt jöttek, vagy az elismerés, hanem a hivatástól. Természetesen lesznek juttatások, de nem ez volt a fő cél az embereknek. Meg egyszer, ez egy kis, szebb kis családunk van, és mindenki tette a vállát, hogy segítsen rajtunk. Vannak juttatások, de ez nem, nem az itteni téma. Igen, nem is erre gondoltam. Azt szeretném még megtudni, hogy zajlik az építkezés, mikor lesz a következő ünnepélyes alkalom? Augusztus végére tervezünk. Augusztus végén lesz a második ütem, ami a legnagyobb ütemnek a vége, az átadását, ünnepés átadása, és már is kezdtünk a pályáztatást a régi szájnak a felújítását. Ahogy befejezünk az egyik szájnál, kezdünk a másikkal, és a pályázatnak ma itt van a vége, most ma átnézzünk a pályáztatóknak az anyagát, és akkor hirdetjük pár héten belül a pályázat nyerőt, és akkor kezdjünk átmenni az egyik helyről a másikra, ki kell venni onnan a betegeket, mert felújítás alatt nem lehetnek ott betegek természetesen. És akkor még mindig kis agyszámmal dolgozunk, de remélhetően meg egy év, és akkor ezt is fogunk kinyitni. Ez sajnos, ez az jelenti, hogy keves beteg van, nagyon-nagyon hosszú a várólista, szerencsére. Kezd újra nőni a hírnevünk, és ahogy tudjuk fogadni betegeket, fogadjunk újra. Értettem. Utolsó kérdés, egy orvos kérdezek. Mit csinálnak ebben a pokoli melegben? Lekondi? Nem lehet otthon... Lekondi? Lehet.
sok-sok-sok vizet inni, nagyon sok, szóval ahogy eddig szokta az ember 1-2 litert inni naponta, ez 3-4 literre fel kell emelni, hűvösbe lenni, napközben minimális mozgás, inkább délután este fele intézni a dolgokat, mint napközben, ahol lehet árnyékba lenni. És türelmes kell lenni a mások embereknek, mert amikor, ahogy emelkedik a hőmérséklet kint, akkor az ember vére is kezd forrni, lehet látni a közlekedésbe is. Túl leszünk ezen is, mint ahogy túl lettünk a Covidon. Meg annyi minden máson. Igen, a Covidon legalább átmenetileg át voltunk, de... Lesz folytatás? Lesz. Most jöttem Izraelből, úgyhogy láttam, hogy mi folyik. Lesz. Augusztus, szeptember. Nem megijedni, kedves nézőink. Nem. Felkészülni. Pontosan. Sokkal fontosabb. Pontosan. Köszönöm szépen. Szívesen.